A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban az új felkészülési ciklus első edzése előtt melegít Hellebrandt Máté. A négyszeres olimpikon, a párizsi játékok után még rajthoz állt 5 kilométeren a csapatbajnokságon, aztán egy hónap pihenő következett. Ez a 4 hét pihenő, ez nálunk annyit jelent, hogy annyira visszaesik a teljesítményünk, hogy hát majdnem a nulláról kell kezdeni, szóval egy nagyon óvatos 1-2 hét edzéssel fogunk kezdeni, és utána meg elindul a rendes őszi-tél alapozás. Novemberben még itthon leszünk, aztán decemberben szerintem az ünnepek előtt elmegyünk edzőtáborozni a szokásos portugáliai edzőtáborunkba egy 2-3 hétre. Ez még nincs lefixálva, ezzel kapcsolatban még beszélni fogunk a szövetség, illetve az egyesülettel, meg hát Józsbába is le kell ülnünk megbeszélni a jövő évet. De igazából ugyanúgy fog felépülni ez az év is, mint az elmúlt 20 év. Az első verseny az valószínű itt az Atlétika Centrumban a felnőtt fedett pályás országos bajnokság lesz, és aztán pedig a szokásos Békés Csabai országos bajnokság, ami 20 km lesz. Ez lesz igazán az első nagy és fontos verseny a jövő évben, hiszen világbajnokságot rendeznek, és arra majd csak mostantól lehet kvalifikálnunk magunkat. A nyíregyházi gyalogló az elmúlt években versenyzett az 5, a 10, a 20, a 35 és az 50 kilométeres távon is. A jövőt tekintve valószínűleg marad a 20 kilométernél Pokrovenszky József tanítványa. Elég kaotikus a helyzet most az elmúlt pár évben a gyaloglásban. Idén az olimpián volt egy újítás, hogy betettek egy nagyon új számot, ezt a maratonváltó gyaloglást. Ez jövőre megint kikerül a programból, helyette megint visszahozzák a 35 kilométert, amit igazából egyik gyalogló sem szeret, azért is vették ki a Párizs olimpia programjából. Szóval most lesz 20 és 35 kilométer. Józsbával még nem döntöttünk ezzel kapcsolatban, hogy melyik távra készülünk. Szerintem valószínűleg maradunk a 20 kilométernél, hiszen a tavalyi budapesti világbajnokságon itt nagyon nagy egyéni csúcsot értem el, illetve idén a Békés-Csabai országos bajnokságon is nagyon jó időeredményt értem el ezen a távon. Valószínű jövőre is 20 kilométeren fogok versenyezni, de ez majd az évközben fog nálunk így kiderülni, hogy a felkészülés hogy sikerült, illetve hogy milyen állapotban vagyok. A jövő évi tokiói világbajnokság után Hellebrandt Máté ott szeretne lenni a 2026-os Birminghami Európa-bajnokságon is. Azt pedig majd abban az évben dönti el, hogy megcélozza-e 5. olimpiáját, a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokat.